Sziasztok, üdvözlök mindenkit a Bogászportál jó voltából. Mai nap egy argentin bort szeretnék nektek megmutatni, ami egy egész érdekes részről származik, hogy mindenki Argentinában beszél, akkor rögtön Mendoza jut neki eszébe. Hát nem csak Mendoza van egyébként, hanem még van délre is számos borvidék. Az egyik ilyen Patagónia előtt a Rio Negro, a fekete folyó borvidék, ami egy fantasztikus vidék egyébként. Nagyon kevés páratartalom, 30% alatt páratartalomuk van, szinte problémájuk nincsen, különféle betegségekkel, páronoszporával, liszharmat, stb. Alig botritisszel, alig van nekik ötlen problémájuk, és csapadék sem esik annyira sok, tehát viszonylag száraz részről lévén szó, de meg tudják oldani a öntözéssel, irányított csöpögtető öntözéssel, vagy éppen ugye, ami gyakori Argentinában, hogy így átereket így elárasztják úgymond a dűlőket, és ennek függvényében például a filoxféra mentes is a rész, hiszen filoxféra nem tud úszni, de hegyet se tud mászni, és hát ha ilyen problémák lenne, akkor esetleg elárasztják a dűlőket, egy évben egyszer-kétszer ezt megteszik, és akkor a filoxféra is ezáltal úgy tartják, hogy nem tudod kifelelődni. Érdekes, hogy beszéltem filoxféráról, hiszen ez ősi Malbec tőkékre épül, ami filoxféra mentes, úgymond igazi vitis viniféra az alany is egyben. A Lisa Patagonia 2008 Rio Negro címet viseli ez, és Malbec ugyan a bor, de ha jól tudom, akkor a pinceszetnek ennek a úgynevezett küvéjébe, a házasításban van egy minimális mennyiségű, talán 1% petivadó, és egy pár százalék melló is megtalálható, kicsit sejmesebbé, szoftabbá tegye úgymond ezt a bort. Tehát Patagónia délre Mendozától a Rio Negro, és van ott néhány folyó is, például a Neuquén folyó, ami ismert. Kóstoljuk meg ezt a Alisa, egy szép névre hallgató bort. Rendkívül mély rubinvörös színe van neki, látható, hogy Malbec azért színéből híres, nem csak Cahorban, de Argentinában is. Tiszta illat, és a fekete gyümölcsök mellett van egy húsosság, egy kis hát nem annalmentás, nem mondanám, nem brett, egyáltalán nem erről van szó, hanem egy kis fűszeresség, egy kis menta, egy kis fekete ribizli, érett, szilva, és fűszeresünk mellé talán egy kis herbális jelenség is megtestesül. De rendkívül intenzív és bársony szép illata van neki egyébként. Kóstoljuk meg! Tani nagyon sejmesen beépül a ízvilágban. És ízben még szebb, mint illatában, megmondom őszintén, nem olyan tetszik. Van benne erő, energia, 14-es alkohol mondjuk, teljesen jót tesz neki ez, hogy rengeteg fekete gyümölcsöt megbújik mellette, van egy kis fűszer, egy kis szilva, és megtalálható fekete grébizli menta, és tényleg egy nagyon szép sejmes, bársonyos ilyen szatin, majdnem ilyen nagyon sejmes, struktúrája van az egész bornak, taninja, és az alkohol is nagyon szépen beépül a kép mögé. Nagyon jól eltalált, és nem mendozai ráadásul bor, délre, izgalmas vidékről, Dél-Argentinából, a Lisa, Patagónia, Isten.